Természetes hatású sminkek mellett a biovegán és natúrtermékek is hódítanak, mert nem nehezítik el a bőrünket, vegyszermentesek és nem tartalmaznak parabéneket. Mi most bemutatunk Önöknek egy natúr sminket, natúrtermékekkel párosítva. No Makeup Makeup smink készül a színpadon, amit füstösszem sminkkel dobtak fel. De mindennapokban használt smink egy láthatatlan verzió. Nyilván rengeteg terméket lehet ehhez felpakolni a modern, illetve a saját arcunkra, és ezzel elfedhetjük a bőrhibáinkat, kiemelhetjük az előnyös vonásainkat, és gyakorlatilag egy üdes sugárzó arcot kaphatunk. Először alapozni szeretek, hogyha nem egy drasztikus erős szemsminkről van szó. Az első lépés ugye a primer ebben az esetben, aztán jött az alapozás és a korrektor, amivel aztán a szem körüli kis sötétebb részeket fedtem el, valamint a bőrhibákat. Világosítottam az arc egyes részeit, ilyen a homlok, illetve itt ez a szemrész és az orrcsontot. És ezután következik a kontúrozás, illetve a szemöldök és a szem festése. Egy jó smink elkészítéséhez jó alapanyagok szükségesek, amelyek jól pigmentáltak és könnyen felvihetőek a bőrre, és nem utolsó sorban tartósak. Mivel itt forrállagú termékekről van elsősorban szó, ezért van egy külön technikája, az ecsetnél nem simogató mozdulatokat teszek elsősorban, hanem beleütögetem, és használhatok blendert is, amit most nem használtam, de azzal is tökéletesen lehet dolgozni. Divat a fényes hatás, amelyet alkalmazni lehet a szemhéjon, a szájon és az arcon egyaránt. A highlighterek előkerültek, és most már nem egy matt hatású bőrt szeretünk csinálni a hétköznapokban, hanem szeretjük ezeket a fényes tónusokat kihozni, akár highlighterekkel. Az a szabály, bár én ezekben a szabályokban azért nem hiszek, mert szerintem fölösleges szabályok közé szorítani az életünket, főleg a sminkelést, ami egy kreatív folyamat, de általában vagy a szem hangsúlyos, vagy a száj, de egy no make-up, no make-upnál egyik sem, hanem igazából az összhangra törekszünk, egy finom, bájos megjelenésre. Szemhéjon népszerűek a visszafogott barna színek. Vannak olyan paletták, amelyeket szemöldök sminkelésre fejlesztettek ki, de szemhéjra is használhatóak. Ez egy szemöldök paletta, de tökéletesen működik a satírozásnál, szemfestékhez, valamint kontúrhoz is azt használtam, azt vetettem be, de természetesen van külön kontúrszíne, pirosítója is a márkának, de egy kis paletta viszont megkönnyíti a neszeszerünkben az életet, mert nem kell annyi terméket magunkkal vinni a hétköznapokban. Afele fordulunk, hogy természettudatosak legyünk, hogy harmóniába éljünk a természettel, hogy minél inkább vegánok legyünk. Odafigyelünk arra is, hogy ne kísérletezzünk állatokon, és hogy valóban olyan terméket kenjünk a bőrünkre, és olyat alkalmazzunk, ami nekünk is jó, és a környezetnek is. Egyre népszerűbbek az ásványi anyagokat tartalmazó sminktermékek, amelyek nem tartalmaznak színezékeket, parabéneket és adalékanyagokat. Így azok, akik allergiásak bizonyos összetevőkre, használhatják az ilyen jellegű termékeket, mint például az alapozókat, korrektorokat, pirosítókat, szemhéjpúdereket és a highlightereket. A szemöldök paletta és a Glow kollekció tartalmaz illóolajokat is, de azok is teljesen természetesek. Egy új kollekcióhoz, ahhoz, hogy az valóban fizikálisan egy termék legyen, ahhoz először kell egy ötlet, utána kell egy laboratórium, ahol mindent letesztelünk, megnézzük, hogy hogyan működik élesben, hogyan működik a bőrön, és azután lehet csak igazából gyártásba engedni. Úgyhogy az, hogy ebben az évben lett két új kollekciónk, ez egy óriási dolog, és nagyon örülünk neki. Ez a Glow kollekció, amiben két highlighter van, és kettő fényes hatású pirosító, és a szemöldök paletta. A természettudatosság a sminkeknél is muszáj, hogy ott legyen, mert évek során, hogyha olyan termékeket használunk, amikben vegyszerek vannak, tartósítószerek, színezőanyagok, adalékanyagok, vagy parabének, szilikonok, ilyesmik, azokat hát sajnos évekig használhatjuk és örülhetünk neki, de utána az a bőr az olyan állapotban lesz, hogy nehéz lesz úgymond visszahozni az eredeti állapotába. A porállagú pirosítókat lehet használni szájfényként vagy rúzsként, például ajakbalzsammal összekeverve.